Jó estét kívánok, köszöntöm a fórum nézőit. Folytatjuk sorozatunkat, melyben a közelgő önkormányzati választáson induló különböző pártok jelöltjeit mutatjuk be. Nemrégiben a Jobbik is bejelentette polgármester jelöltjét és 10 önkormányzati képviselő jelöltjét. Köszöntöm a stúdióban a polgármester jelöltet Kévés Tamást, valamint 2 képviselő jelöltet, Szücsné Major Ildikót és Bús Árpád Zsoltot. Jó estét kívánok mindjájéknek. Jó estét kívánok. Először önhöz fordulok, 4 éve önkormányzati képviselőként dolgozik a gyöngyösi képviselőtestületben. Milyen motivációk alapján vállalta el, és milyen célokkal a polgármester jelöltséget? Gyakorlatilag a mi, illetve az én képviselőjelöltségem ugye a múlt héten vált hivatalossá. Én folyamatosan azért a 4 év alatt mind önkormányzati munkámmal azért úgy készültem, hogy egy következő lépést tudjak tenni ebben a ugye szakmában. Gyakorlatilag azt el tudom mondani, hogy nekem, mint motiváció, a motivációt ad az, hogy ilyen jó tavaszi szereplésünk volt, amilyen az április 6-ai országgyűlési választásokon. Ugye azért, ha látjuk, hogy fejfej mellett halad a 3 párt Gyöngyösön, illetve Vona Gábor kitűnő teljesítménye, amivel Gyöngyös körzetét megnyerte, azt gondolom, hogy ez mindenképpen bizalomra ad okot. Bizalomra ad okot az is, hogy van egy olyan 10 fős csapatunk, aki hát úgy érzem, hogy mögém állt, és bíztat, és kiáll értem, és én is ugyanúgy kiállok értük. Azt gondolom, hogy a Jobbik szakmai segítsége, amit nekünk megfogadni, amiről biztosítottak, hogyha mi pozícióba kerülünk, illetve megnyerjük a választást, akkor mindenféle segítséget meg fognak adni. Akármilyen szakterületet nézek, közrendvédelem, közbiztonság, jogi és egyéb tanácsadással eddig is folyamatosan elláttak, de azt mondták, hogy ezután is mindenképpen kiváltképpen Gyöngyösre fognak figyelni. Ugye amellett, hogy a polgármester jelöltje a pártnak, képviselőjelöltként is indul a 2. számú választókörzetben, ahol 4 évvel ezelőtt is megmérette magát a választásokon. Ennek mi az oka, ennek a kettősségnek? Igen, örülök a kérdésnek, mert eddig mindig csak a polgármesterségről volt szó, és valóban a 2. körzetben indulok, amelyik azért azt gondolom, hogy Gyöngyösnek egy legnehezebb körzete, azt kell, hogy mondjam, és nem a nyerés szempontjából, hanem abból, ami legtöbb munka ebbe a körzetbe van. Ugye azért tudjuk, hogy ez a Duranda városrészt érinti egy részben. Azért mi indultam ebben, nyilvánvalóan mind a kettőt szeretném megnyerni, és legyen az a kényelmes feladatom, hogy utána valamelyikről valamilyen módon le kell mondjak, de én azt gondolom, hogy a tenni akarás ebben a körzetben mindenképpen bennem van, illetve még azt is tudni kell, hogy én 2010-ben ugye nem nyertem meg ezt a körzetet, nem sokkal maradtam le, azt kell, hogy mondjam, 0,2%-kal, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy én azóta is ugyanúgy képviselem a körzetet, mintha megnyertem volna, és ezt az ott élő emberek látják, tudják rajtam. Ahogy említette, egy 10 fős csapat állt össze. Milyen szempontok alapján választották ki a személyeket a 10 fős csapatba? Közülük csak néhányan vannak, akik 4 évvel ezelőtt önnel együtt elindultak. Így van, mi tudatosan és szisztematikusan építkezünk már 2010 óta erre a választásra. Azt kell mondjam, hogy a csapat gerincét, a csapat nagy részét már 2010 óta kiválogattuk, és mindenki tudja, hogy melyik az ő körzete, mindenki járja a körzetét ebben az időszakban, felméréseket végez, találkozik a lakosokkal, megismerteti magát, ő megismeri a lakosságot. Nekünk nagyon fontos, hogy mindenképpen ott helyben találkozzunk a körzetben a lakosokkal. El kell, hogy mondjam, hogy azért a kiválasztás szempontjából nagyon fontos volt az, hogy legyen benne. Például van 2 vállalkozónk, aki indul, van olyan, aki önkormányzati képviselő, például mellettem ülő kolléganőm, ő a Heves megyei önkormányzat tagja és településfejlesztési, illetve oktatási és vidékfejlesztési diplomával rendelkezik, illetve Zsolt, aki pedig villamosmérnöki diplomával rendelkezik. Tehát ezeket is fontosnak találtuk, hogy mindenképpen, és Zsolt például az ifjúság területén fog a 80-asba tevékenykedni. Tehát ezek a szempontok nekünk nagyon fontosak voltak. Vannak külső és bizottsági tagjaink, akik indulnak. Tehát én azt gondolom, hogy avval együtt, hogy a szakmai felkészültséget a Jobbik fogja adni, teljesen fel vagyunk készülve erre a feladatra.
Szűcsné Major Ildikóhoz fordulok, akkor a hármas számú választókörzetben indul majd az őszi választáson, az elmúlt 4 évben pedig a Heves megyei közgyűlés tagja volt képviselőként. Ebben a 4 évben mondjuk kapott valamilyen információt a gyöngyösi problémákról, arról, hogy mi az, amin itt változtatni kellene, ami esetleg mondjuk majd a programját is képezheti? Igen, teljes mértékben. Hát először is szeretném elmondani, hogy az elmúlt 4 évben a Heves megyei önkormányzatban végzett munkám során különös tekintettel voltam Gyöngyösre, és ha nem is jeleztek problémát, de egyébként nagyon sok megkeresést kaptam, akkor én igyekeztem mindig minden forrásba tájékozódni. Elsősorban Gyöngyöst illetően, de számos esetben a megyében felmerültek olyan problémák, amire nagyon odafigyeltünk és igyekeztünk megoldást találni. Nagyon széleskörű munkát igyekeztem végezni az elmúlt 4 évben, ami maximálisan érintette Gyöngyöst is. Tehát akár szó esett itt a Mátra Múzeumnak a kérdéséről, amikor financiális gondjai voltak, megtettem minden látogatást, tettem az intézménybe, tárgyalásokat folytattunk, vagy akár a Mátraházai idős otthon, ami számtalan kapocsal kapcsolódott Gyöngyöshöz, illetve a megoldást így Gyöngyösön szerettük volna megvalósítani, illetve egészen itt a társadalmi részig, például személy szerint én jelöltem Urbán Esztert, aki Heves megye nagykövete lett, és hát több jelöléssel éltünk, Urbán Eszter volt az, aki például meg is kapta ezt a kitüntetést, aminek nagyon-nagyon örülök, ez elég széles körű, és ami még egy nagyon komoly szakmai munka volt, és az utóbbi 2 évet maximálisan meghatározta, az pedig a területfejlesztési koncepció. Itt egy nagyon komoly szakmai munkát végeztünk, egy nagyon komoly szakmai javaslatot tettünk le az asztalra, aminek minden egyes pontja beépítésre került, és itt nyilvánvalóan nagyon sok olyan javaslat szerepelt ebbe a komplex csomagba, ami Gyöngyöst is érintette. Ezt a munkát szeretném tovább folytatni, és most már itt körzetben még mélyebbre hatóan szeretném megvizsgálni a problémákat, ezért azzal kezdtem a munkám, hogy igyekszem minden egyes választóhoz eljutni, elbeszélgetni velük, megismerni a problémáikat és az igényeiket. Ezt rendkívül fontosnak tartom, hiszen tudjuk azt, hogy egy fejlesztési dokumentumot is akár, de egyáltalán egy programot úgy lehet összeállítani, hogyha maximális ismerik a problémákat, illetve miután képviseletet fogunk ellátni a testületben, ezért nagyon fontos, hogy pontosan ismerjük azt, hogy mit is kell, hogy képviseljünk, az embereknek az érdekeit kell, hogy képviseljük, ahhoz viszont ismernünk kell azt, hogy mik is azok az érdekek és igények. Nagyon-nagyon tanulságos ez a munka, én nagyon örülök, hogy ebbe így belevetettem magamat, és hát azért az, hogy mindenkihez ellátogatni, ez egy nem kis feladat, és hát még az elején járok, de már nagyon sok emberre sikerült találkoznom. Nagyon-nagyon tanúságos, és ami a legfontosabb része, amellett, hogy megismerem a problémáikat, sokkal jobban át tudom érezni. Tehát amikor az idős hölgy arról panaszkodik, hogy fél, hogy retteg, és ahogy ő azt elmondja nekem, és át tudom érezni, nyilvánvalóan, hogy sokkal határozottabban fogok kiállni azok mellett a problémák megoldása mellett. A megyei önkormányzat után most miért a városi képviselőtestületbe szeretne bekerülni? Igazándiból már az elmúlt 4 évben is nagy mértékben igyekeztem segíteni a helyi munkát. Kévés Tamással nagyon sok szakmai munkát folytattunk, és minden tudásommal próbáltam segíteni az itteni. Gyöngyös a szívügyem, nagyon szeretem ezt a várost, nagyon szeretek itt élni. Megyei munka kapcsán is nagyon fontosnak találtam. Igazándiból ez egy újabb kihívás a számomra, és még jobban szeretnék tenni a szűkebb kis lakóhelyemért. Ezek a legfontosabb szempontok a számomra. Busárpád Zsolt pedig a 9-es választókörzetben indul majd, ez a 80-as választókerülete. Tudatos volt a választás, vagy ez jutott? A 80-as lakónegyed 9-es választókörzet választása az gyakorlatilag mondhatom, hogy tudatos volt, hiszen ott élek, ott lakom. Látom a körzet problémáit, látom, hogy az ott élő emberek napi szinten milyen feladatokkal küzdenek, és milyen
problémákkal szembesülnek. Gyakorlatilag számos akcióval már megmutattuk magunkat az ifjúsági tagozattal a körzetben. Járom a körzetet és beszélgetek az ott élő emberekkel. Úgyhogy valódi megoldást kívánunk nyújtani az ott élő embereknek. Mi lesz a legfontosabb célja mondjuk képviselőként, ha sikerül a körzetből bekerülni a képviselőtestületbe? Elsősorban kiknek az érdekeit szeretné képviselni? A fiatalokét, a 80-asban élőkét, és mi lesz a legfontosabb célja? Ifjúsági tagozat vezetőjeként megtiszteltetés számomra körzetindulóként indulni. Megtiszteltetés és ugyanakkor nehéz is, azt mondom. Azért nehéz, mert egy 30-35 fős nagyon jól működő és kreatív ifjúsági közösségnek lehetek a vezetője itt a városban, immáron 2 éve. Innentől, hogy én vagyok a vezetője ennek a közösségnek, gyakorlatilag bármi, amit teszek, az minősíti az ifjúsági tagozatot, így Gyöngyösön. És ezért mondom azt, hogy egyfajta teher, de ugyanakkor megtiszteltetés is. A 80-as lakónegyedről tudni kell azt, hogy egy megújuló lakónegyed, nagyon sok fiatal család, nagyon sok fiatal lakik a 80-asban. Legfőbb célom az ifjúsági tagozatunkal így Gyöngyösön az az, hogy egy olyan közösségé kovácsoljuk össze a város fiataljait, akik kreatívan tudnak alkotni, és tenni egy jobb jövőért, egy élhetőbb városért. Mindenképp az ifjúsági érdekeit fogom képviselni, de ugyanakkor az ott élő emberek problémáira fogunk közösen együtt megoldást keresni. Ugye a sajtótájékoztatón, amikor bemutatták a jelölteket, akkor elhangzott, hogy fontos szempont volt, hogy új arcok kerüljenek a jelöltek névsorára, és hogy egyfajta vérfrissítést hajtsanak végre a gyöngyösi közéletben. De talán van ennek egy másik oldala is, különösen úgy, hogy látjuk mondjuk a Fidesz listáját, akik a közéletben ismert és elismert civil szakembereket indítanak. Nincs meg a veszélye, hogy az ismeretlenség talán a hátrányukra válik majd a jobbikos jelölteknek? Én azt gondolom, hogy ez a veszély minket nem fenyeget. Szóval, ha nézzük és elgondolkodunk rajta, nekünk az a véleményünk, hogy ez Gyöngyös élete, Gyöngyös politikai közélete igen belterjes. Az utóbbi 20 évben azt kell, hogy mondjam, baloldal és kormánypárt váltotta egymást. Én azt gondolom, hogy ha megújulást akarunk igazából, akkor egy új szélnek kell jönni, egy új szellőnek, amelyik ezt a dohos levegőt innen kisöpri a városból. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez csak új arcokkal lehet ugye véghez vinni. Az, hogy a másik képviselő, tehát a másik pártnak milyen jelöltjei vannak, nem akarunk nagyon foglalkozni, mert sajátjainkkal foglalkozunk, és ezért a kiválasztás alapja is az volt, hogy egy olyan motivált, olyan energikus fiatal csapattal tudjunk neki állni, akik érezhetik a gyöngyösiek bennünk az erőt, a lendületet. Érezik. Ezt érezték egyébként a tavaszi választásokon is, szóval nem véletlen volt az az eredmény. És nem csak a fiatalok szavaztak ránk, hanem nyilvánvalóan az idősek, mert bennünk látnak fantáziát, bennünk látnak jövőt, azt kell, hogy mondjam. És mondtam, az, hogy magasan kvalifikált szakemberek fognak indulni, nálunk is megvan ez a kvalifikáció. Viszont azt el kell mondjam, hogy a kiválasztás még egy szempontja nagyon fontos volt, az például, hogy mennyire ér rá a majdani képviselő a feladatát ellátni. Tehát azért egy 4-5 munkával rendelkező embert nem biztos, hogy el tudjuk várni, hogy egy körzetet, egy nagybetűs körzetet képviseljen. 2800 emberes körzetek vannak, tehát azért az majdnem egy teljes ember igényű feladat. Tehát én azért úgy válogattuk, hogy mindenki a szabad idejének egy bizonyos részét erre fogja szánni. De hogyha valaki le van terheve, én azt nem tudom elképzelni, hogy azt ezt a feladatot teljes mértékben el tudja látni, mint képviselő. Ha már itt tartunk a különböző foglalkozásoknál, az egyik legszebb női foglalkozás elé néz Szűcsné Major Ildikó, nem tudom, hogy a nézőink látják-e, de állapotos és gyermekáldás elé néz. Ez nem vetítheti előre azt, hogy talán kevesebb ideje lesz, majd jut majd elég ideje a képviselői feladatok ellátására is? Igen, most családunkat nagy öröm érte, így igaz, hogy második gyermekünket várjuk.
Hát itt először is azzal szeretném kezdeni, hogy, hogy a párttól ilyen támogatást kaptam, ez számomra egy nagyon nagy öröm. Hát az, hogy a Jobbik, és ugye országosan is van erre példa, kiemelten kezeli a kismamákat, kisanyukákat, lehetőséget biztosít, és a fiatalos lendületet maximálisan kiaknázza belőle, ez mindenképpen örömmel tölt el. A másik, amire egyrészt örülök, másrészt nagyon is büszke vagyok, az, hogy Vona Gábornak a támogatottságát élvezem. Tehát ezt megbeszéltük, hogy időközben én kismama lettem, és maximálisan támogat. Ami az egyéb részét illeti, a leterheltséget, a fizikai megfelelést, ettől nem tartok, nyilván bármikor bármi közbeadódhat, de igazániból az elmúlt 4 évben adtam életet első gyermekünknek, Botonnak, és a munkámat mellette maximálisan el tudtam látni, sőt egyéb feladatokat is felvállaltam, mint most egy MSC diplomát szereztem időközben, illetve még egy nyelvvizsgát is letettem. Tehát igazániból meg tudom oldani, és a gyermekemmel is megfelelő időt tudtam tölteni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó időbeosztással maximálisan tud működni. Többször szóba került már az országgyűlési választás eredménye, ahol a Jobbik gyöngyösen valóban azt mondhatjuk, hogy az országos átlagon is fölül teljesített. Ennek ellenére azonban a Fidesz kormányozza az országot, és ilyenkor mindig felmerül az, hogy vajon szerencsése egy ellenzéki városvezetés, hogy ha úgy fogalmazhatok, akkor szembeszéllel kormányozni egy várost. Ezt a veszélyt valósnak érzi? Én ezt egyáltalán nem érzem valósnak egyébként. Tehát ha megnézzük, hogy egy Jobbik, amelyik második erő az országban, egy 20%-os, több mint 20%-os párt, és a pártnak az első emberét, Vona Gábort, mint elnököt a magunk mögött érezhetjük, akkor azt gondolom, hogy itt nagy baj, nagy veszély minket nem fenyegethet. Én azt gondolom, hogy a tőke, a befektetés, a munkahelyteremtés, ez mindenféleképp meg fogja találni a helyét, pártszínezettől függetlenül. És ezt bátran elmondhatom, hogy én is ugyanúgy fogom képviselni bárkinél, ez legyen az, hiába, hogy ugye Horváth László a megválasztott képviselője a körzetnek, de azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem fogja befolyásolni a mi tevékenységünket, ha megkapjuk a többséget nyilvánvaló. Egy kicsit, hát lehet, hogy még korai, de latolgassuk az esélyeket, vagy legalábbis beszéljünk arról, hogy hogyan érzik a jelöltek ezt a 10 fős csapatot, mennyire érzik ütőképesnek belülről, és milyen eredményt remélnek majd a választáson. Kezdjük talán Búsárpád Zsoltnál. A 10 fős csapatunk az egy nagyon jól együttműködő egységes csapat. Nagyon-nagyon fontos elmondani, és itt szeretném megerősíteni azt, amit Tamás itt korábban elmondott, hogy mindannyian bizonyos szakterületeknek a szakemberei. Én azt tudom mondani, hogy ha azt a munkát, amelyet az elmúlt fél évben, sőt az elmúlt 2 évben belefektetünk a körzetekben, akkor én bízom a nagyon jó eredményben, és egészen biztos vagyok abban is, hogy majd a megválasztott képviselőink a körzeteket ugyanúgy fogják, és ugyanúgy fognak dolgozni a körzetekben, mint az elmúlt 2 évben, ahogyan tették. Hogyan látja Szűcsné Magyar Ildikó? Én nagyon örülök, hogy ennek a csapatnak a tagja vagyok. Remekül együtt tudunk működni, nagyon nagy erőt érzek ebbe a csapatba. És a legfontosabb értékeket, amit ki szeretnék emelni, az a tisztesség, az elkötelezettség, amit mindenképpen a csapat magáévá tudhat. Például, hogyha csak itt a mellettem ülő Zsoltot említem meg, aki például az ifjúsági tagozatban végzett munka, az egy maximálisan példaértékű, de egy olyan közösséget teremtett. Tehát, hogyha ezt a munkát be tudjuk vinni a testületben, és akkor én azt gondolom, hogy egy dinamikusan fejlődő várost fogunk látni. Illetve Tamást emelném még ki a polgármester jelöltségével kapcsolatban. Tehát ő egy nagyon komoly példát mutatott, én azt gondolom, hogy egyrészt elsősorban a mi csapatunknak, de az egész városnak és a képviselőtestületnek is, hogy teljesen nyitott szemmel és nyitott szívvel fordul az emberekhez. Az elmúlt 4 évben bárki bármilyen problémával megkereshette, ő maximális segítséget nyújtott,
És ez az a hozzáállás, ami nekem például nagyon szimpatikus, és én ezért is örültem annak, hogy ő polgármester jelölt lehet, hiszen az ő személyében maximálisan meg tudunk bízni, és biztosak vagyunk abban, hogy az ő kezeiben jó helyzetben lesz a város. És én azt gondolom, hogy ez a dinamikus, ütőképes csapat ez meghozza a sikert, és a másik, amiben nagyon hiszek, hogy az emberek igenis igénylik a törődést, és hogy érezzék azt, hogy valóban ők fontosak, hogy meghallgatják a problémáikat, és valóban most már a problémáik megoldására fognak törekedni, és nem egyéb másra. Hát ezt én nagyon-nagyon szeretném kihangsúlyozni és aláhúzni, és az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy nagyon sok esetben apróságok vannak, tehát ezt financiálisan értem, ezt a jelzőt, kicsi ráfordítással meg lehet oldani olyan problémákat, ami viszont nagyon zavarja az embereket, és ehhez viszont nyilván ismerni kell azokat a problémákat. Ha már a problémáknál tartunk, az elmúlt 4 évben a legtöbb esetben azt mondhatjuk, talán közbiztonsági kérdésekben hallatta a hangját az önkormányzat képviselő testületében. Gondolok itt az északnyugati városrésznél egy mobil rendőrös felállítására, amit kezdeményezett, vagy akár a mezőőrségre, amely most az utolsó képviselő testületi ülésen úgy néz ki, hogy létre is jött. Ez ugyanígy polgármesterként is, polgármesterjelöltként is fontos feladata lesz majd? Nagyon köszönöm, hogy megkérdezte, szerkesztő úr. Azt lehet látni, hogy amikor ezekkel a kérdőívekkel, illetve találkozunk a választópolgárokkal, akkor azért, amikor 10-ből 9 lakos a közbiztonságra panaszkodik Gyöngyösön, akkor azt mondom, hogy itt valami nincs rendben. Tehát nem lehet azt mondani, és nem hiszek a statisztikáknak, nem hiszem el azokat, hogy változott a közbiztonság, annyiban elhiszem, hogy nem javult, hanem romlott. Tehát azt kell figyelembe venni, hogy ez nekünk egy elsődleges feladatunk lesz, amit meg kell oldjunk Gyöngyös városában, mert ez egy közérzet javító megoldás lesz, hiszen ez összefügg az elvándorlás, és nagyon sok minden az emberek közérzetével, hát meg maga a biztonság érzetével. 2011-12 tájékán gyűjtöttünk egy 3000 aláírást, amivel ugye egy helyi rendvédelmi szervet szerettünk volna felállítani, illetve egy Durándába egy állandó rendőrösöt, tehát a mobil rendőrös azt nem kimondottan én forszíroztam, viszont viszont testületi anyagként ez jött be, ennek hatására a 3000 aláírás ugye a testület elé lett víve, ott is megkérdeztük az embereket, tehát erre mondtuk, hogy folyamatosan ott vagyunk az utcán és dolgozunk benne. A testület igazából nem érezte magának ezt kötelező jellegűnek, mert ebből jött ki ez a hibrid fél megoldás, amivel ugye a rendőrség egy ilyen túlfoglalkoztatásszerűen a szabad idejében rendőri tevékenységet folytat, és ezt az önkormányzat fizeti. Tehát ezt még egyébként mindig kevésnek találjuk. Én úgy találom, és az egész csapat azt látja, hogy tulajdonképpen a 24. órában vagyunk a közbiztonság terén, és nekünk ez önkormányzati feladat is egyébként megoldani, mert ugye 2012 környékén ez önkormányzati feladattá vált a helyi rendvédelem, úgyhogy van lehetőségünk rá, hogy helyileg megerősítsük a közbiztonságot mindenképpen, és hát ennek kiemelt gócpontja a Durán, de nem véletlenül azért, mert én ebbe indulok, és azért forszírozom ezt, hogy higgyék el, hogy nem, ha a bűnözésnek a magját nézem, akkor ott jelentkezik leginkább. Ez tehát a legfontosabb, a közbiztonság. Vészesen fogy az időnk, de a program többi eleméről is beszéljünk. Melyek lesznek a második, harmadik, esetleg többi elemek? Igazából a munkahelyteremtés ez folyamatos. Én azt gondolom, hogy ebben bárkivel partnerek leszünk az önkormányzatnál, bármilyen színezetű az önkormányzati képviselőtestület. Ez egy közös érdek lesz, és azt gondolom, hogy egy pártok ezen felül kell emelkedjenek. Elszámoltatás, illetve az átvilágítás, ami nekünk megint egy veszőparipánk volt 2011-ben, mert mi tulajdonképpen ebből a jobboldali frakcióból ezért léptünk ki, mert ezt a fajta kérésünket, illetve nem kérésünket, hanem amit 2010-ben megfogalmaztunk a választóknak program szinten, nem teljesítette ez a frakció. Szeretünk volna egy olyan átvilágítást, amivel megnézhetjük azt, hogyha korrupciógyanús ügyeket találunk, azokat szépen kivizsgáltathassuk. Ez nem történt meg, ezt továbbra se engedünk. Viszont nem csak ebből a három pillérből fog állni nyilvánvalóan a választási programunk, hanem
abból, amiket most kérdőív és egyéb beszélgetések alapján az itteni lakosság elmond hiányosságként, azt mi mind bele fogjuk építeni a programunkba, és szeptemberre fogunk a nagy közönség elé állni ezzel az összefoglalással és programmal. Vagyis ez azt jelenti, hogy a jelöltek már járják a körzetüket, és próbálják felmérni azokat a problémákat, amelyeket a legjelentősebbnek ítél a lakosság? Természetesen ugyanúgy, ahogy az előző fél évben, úgy most is jelen vagyunk, folyamatosan járjuk a körzeteket, beszélgetünk az emberekkel. Személyesen elmondhatom azt, hogy azon problémákat, amelyeket Tamás felsorolt az imént, mint munkahelyteremtés, kivándorlás vagy közbiztonság, azokat ezek a problémák a 80-ast is érintik teljes egészében. Az a megtiszteltetésért korábban, hogy az ifjúság politikai program részt megírásában segítkezhettem az országgyűlési választásokkor. Ez most sem lesz másként, tehát a programban külön fejezetet fog majd kapni az ifjúság politika, ahol a munkahelyteremtéssel, a kivándorlás megállításával, a diákmunka visszaélések ellen való fellépéssel külön-külön fogunk foglalkozni, illetve az oktatás ügye. Itt szeretném azért külön megemlíteni, amelyet már tavaly is elindítottunk úgymond figyelemfelhívó kampányként az Jobbik ifjúsági tagozattal, hogy egy ingyenes nyelvvizsga támogatását a felsőoktatásban, egy középfokú nyelvvizsga támogatását. Képviselő jelölt asszony, mit tart a legfontosabbnak? Milyen célokat fogalmaz meg első körben így a jelöltség elején? Talán még van egy percünk ezt átbeszélni. Ő már mint a program. Igen, a saját körzet programjáról, hogyha már vannak elemei. Igen, vannak. Tehát mielőtt megindultam volna a körzetbe, már miután pontosan ebbe a körzetbe lakok, számos problémát ismerek, főleg a közvetlen környezetembe, és ezeket a problémákat én már folyamatosan felvetettem. Tehát a önkormányzat felé. Tavaly és tavaly előtt is megjelentem a közmeghallgatás alkalmával, és ott személyesen is kérdőre vontam a képviselőtestületet, felvetettem azokat a problémákat, amiket tapasztaltam, és amiket megosztottak velem. Ezeket első körön fogom nyilvánvalóan képviselni, illetve itt most teljes mértékig összegyűjtöm a program a problémákat, és azokat nyilván rangsorolni is fogom. Itt egyébként egy kétarcú körzetről beszélünk, ahol idősek és fiatalok, kisgyerekesek egyaránt megtalálhatók, tehát nagyon komplex, ezért kell nagyon jól ismerni a körzetet, és tényleg csak ugye a nagy dolgok nyilván egyértelműen itt a közbiztonságot jelölték meg, az eddig megkérdezettek sokkal meglepő módon egyébként, tehát rosszabb a helyzet, mint amit én egyébként gondoltam. Kifejezetten romlónak ítélik a közbiztonságot, és kifejezetten rosszul érzik magukat, de itt nagyon apró dolgok az, hogy az óvodában nincsen homok, a játszótéren évek óta nincs homok, hogy a sportpálya életveszélyes, tehát itt ezek vagy hogy a kiserdő rendkívül szemetes, tehát ezek azok a problémák, amik leginkább zavarják a lakosokat. Ennyi időnk volt most, a programról még biztos vagyok benne, hogy az őszi választásig beszélgethetünk. Köszönöm szépen, hogy most itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, egy nagyon rövid szünet következik, aztán folytatjuk majd. A baloldali pártok az elmúlt időszakban egymással egyezkedtek a különböző körzetekről és a közös indulásról, hogy mire jutottak, kiderül a szünet után.